Sziasztok srácok, ez egy speckó adás lesz. Mégpedig irány Ausztria, egy rövid szakaszú verseny, ami azt jelenti 1000 úszás van, 40 bicó, 10 futás, itt van a bringa, vele fogom hasítani az osztrák aszfaltokat. Azt mondja, 7.39 van, már Ausztriában vagyok, Muregba, aztán megyek lassan le a tóhoz, ott kell becsekkolni. Tehát megkaptuk a jó kis rajtcsomagot, abban itt nem adnak semmit. Ja, itt a rajtszám van, kaptál valami kisebb ilyen valamilyen cégnek, aki támogat, ott kapsz valami kedvezményt, aztán ennyi a rajtcsomag. Ma kapjuk meg a csippet, ami új idén, hogy a rajtszám az változott, elég komoly kis rajtszám lesz, aztán ennyi, de hát ez egy nagyon egyszerű verseny itt a Rögszénél. Úgyhogy ja, jó, aludtunk, hát ez a hotelnek a látszódik valamennyire. Aha. Ez a második alkalommal vagyok itt, ez egy nagyon jó hotel itt Muregban, úgyhogy ha valaki esetleg erre jár, vagy jön versenyezni, akkor ide muszáj eljönni. Nagyon jó reggeli van, 61-2 euró egy éjszaka reggelivel, úgyhogy a versenyére ez tök jó, és nagyon csendes. Itt van a versenyközponttól nem messze. Vagyok már a start területen, futásnál a frissítés, így egy szeletek, víz, kóla, ez a sor, ott van Mutim, cél, most mondják, hogy a chipet fel kell rakni rendesen, na, kis teljük innen, hogy jobban lehessen hallani. Falu verseny, de van szőnyeg. Na, sok magyar rendezvényszervezőnek ajánlom, hogy nem hiszem, hogy ez nagyon drága lenne, ez a depó. Elég komoly, sok az olasz. Szerintem ketten vagyunk most idén magyarok. Dear friends of sports, ladies and gentlemen, a very warm welcome here in Styria, Austria. We are in the warmest and coolest and greatest. Na, be van depózva. Visszajöttem a kocsihoz bepakolni. Aztán még van körülbelül 1 óra 10 percem a rajtig. Na, azt kell tudni ezzel a versenyről, hogy ez tényleg egy nagyon alap verseny. Nincs rajtszám. Van chip, rajtszám nincs. Kapsz ilyen frankó festést kezedre. Akkor láttátok, hogy a depó az elég jól meg van csinálva. Nem indulnak sokan, ezért van helyed. Elvileg ez egy nagyon-nagyon családi verseny Rögszén. Úgyhogy ha 25-ben valaki erre keveredik, nyugodtan jöjjön, mert ez egy tök jó verseny. 47 euró a rövid táv. Az itt 1000 úszás, 40 bicó, 10 futás, és van egy rendes féltáv. Az most 95 euró. Plusz van kaució, van napi licenc, stb. Napi licenccel támogatod az osztrák triatlon szövetséget, meg ha jól tudom magát a versenyt is, de majd utána nézek. Láttátok, hogy milyen jó kis frissítés van, ahhoz képest, hogy tényleg egy nagyon alapverseny, utána kapunk rendes kaját is, van zuhanyzó, idén máshol van a futás, mert egy kempingen ment át mindig, most már kivezették a kempingből, mert hogy a halászokat ne nagyon, vagy a pecásokat ne nagyon zavarjuk, tök mindegy, legalább végig aszfalton kell futni. Van egy nagyon nagy parkoló, most éppen onnan csinálom a vidit. Ha rossz idő van, akkor itt sár van, most jó idő van, úgyhogy frankon tudsz parkolni. Tök barátságos mindenki, jönnek olaszok, szlovénok, most vannak franciák is. Ketten vagyunk magyarok. Aztán ennyi. Az úszás az full egyszerű, kétszer kell bóját kerülni. A bringám van egy kis
emelkedő, a visszafelé úton kell figyelni, hogy az jó legyen, mert ott el lehet tévedni, ahol Krisztián is eltévedt az első ilyen versenyben. A futás az is ég egyszer, úgyhogy nagy baj nem lehet. Azért próbálom most jó időt menni. Aztán azért meglátjuk most, hogy formám az jó, azért nem fogom magam nagyon oda tenni, de azért szeretnék jó időt menni. Ugye egy hét múlva Stubenbergbe megyünk féltávra, ott azért több magyarral, aztán ennyi, úgyhogy megyek. Na, srácok, vége a versenynek. 2:21:17-tel lettem most kategóriában 5., összetettben 19. Jó kis verseny volt, jó nagy meleggel. De hú, érdemes ide jönni azért. Jó hangulat van, van magyar speaker, meg minden, ami jó. Az úszásom az jó volt. Hál' Istennek volt megint egy speciális gyerek, aki ott csapkodott mellettem, mint egy partabatett hal. Aztán ott kikerültem, az 2:14-es százakkal ment az úszás. A bringa az nagyon jó ment most idén, azt nyomtam, mint a gép. 4 perccel lettem jobb a bringán, majd az időt megpróbálom kirakni. Most annyira nem emlékszek rá, hogy mennyi volt. Meg a futás 4 perccel jobb lett, úgyhogy idén elég jó kis időt magamhoz képest nyomtam. A 4. helyen egy osztrák srác volt, de azért vártam 6 percet, ahogy kell. Úgyhogy ennyi, aztán most éppen csomagolok be, aztán megyünk haza pihizni. És akkor jövő héten meg fél táv Stubenbergbe csinálok egy kis videót, aztán hajrá mindenkinek, indul a triatlon szezon, vigyázzatok magatokra, ciao!